szövetségben is. 2015-ben a görög-katolikus metropólia létrejöttével alakult meg a Nyíregyházi Egyházmegye. A görög-katolikus egyház kormányzati egység élére azonban akkor Ferenc pápa nem nevezett ki püspököt, hanem az egyházmegye vezetésével 2015. október 31-én Szocska Ábel Bazilita szerzetes bízta meg. Ő apostoli kormányzóként látta el feladatát egészen idén április 7-éig, amikor a Szentatya a Nyíregyházi Egyházmegye első püspökévé nevezte ki. Ezzel vált teljessé az új egyházmegye felállítása. Megvan a folyamata annak, amikor egy egyházmegyét alapítanak, hogy hogyan válik abból egy teljes jogú egyházmegyévé. Van, amikor exarchátust létesítenek, van, amikor az egyházmegyét kinevezik. Az exarchátus egyfajta előszobája a püspöki az egyházmegyének, de még nem rendelkezik teljes egyházmegyei ranggal. Ez úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy apostoli kormányzóként nem láttam el teljes egészében püspöki feladatot, de mégis püspöki feladat volt rám bízva. A Nyíregyházi Egyházmegye területileg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fedi le, így a legkisebb az ország másik két egyházmegyéje, a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Miskolci Egyházmegye mellett. A templomok, az intézmények és a hívek számát tekintve azonban a legnagyobb a három egyházmegye között. Szocska Ábel szerint ez nagy feladatot és felelősséget jelent számukra, hiszen jelentősen átalakult a korábbi egyházi szerkezet. Úgy látom, hogy napjainkban egy picit változik az egyházi szerkezetnek a felépítése. Korábban egy templom köré csoportosultak a híveinknek a többsége, és gyakorlatilag a papnak a paplakból a parókiáról ki sem kellett mozdulni, mert a hívek látogatták a templomot, megkeresték az adott egyházközség lelkipásztorát. Napjainkban ez egy picit változik. Talán a papjainknak nekem is aktívabban be kell kapcsolódnunk a mindennapi élet dolgaiba, és úgy látom, hogy a templomaink mellett az intézmények, oktatási intézmények, szociális intézmények, ezek mind olyan lehetőségek, amelyek kapcsolatteremtésre adnak lehetőséget, hogy azokkal az emberekkel, akikkel már nem találkozunk a templomban, vagy azokkal a fiatalokkal, akikkel nem találkozunk a közösségi termékben, azokkal tudunk találkozni egy-egy intézményen keresztül. Szocska Ábel a püspöki hitvallást a Mária Pócsi Bazilikában teszi le a május 9-i alkonyati istentiszteleten, püspök készentelését és beiktatását pedig május 10-én a Nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban tartják.